Az egyszerű laikus ember azt gondolja, hogy a jövő oktatása az lesz, hogy mindent a gép csinál, még a gyerek helyett is. Ebből mi az igazság? Meg lehet, hogy a srácok is ezt várják, hogy majd mindenféle kütyüket kell nyomogatni, meg belebeszélni, meg játékszerűen tanulni. Ebből mennyi az, ami igaz? Azt lehet hallani, hogy például Hollandiában már 3,5 éves korukban berendelik a gyerekeket az iskolába, ahol csoportokba verődve tanulnak egy irányítóval, még csak nem is oktatóval, és akinek mire van hajlama, olyan csoportba osztják be. El tudjuk ezt itt nálunk is érni? Egyrészt igen, másrészt pedig szerintem a jövő oktatásával kapcsolatosan nem is ez a kérdés, hogy gyerekeket azonos nemű csoportokba, vagy azonos érdeklődési kör köré csoportosítsuk, hanem pont az a lényege az egésznek, hogy ha lehet, a gyerekeket arra készítsük fel, hogy bármilyen körülmény között, vagy bármilyen csoportban, bármilyen érdeklődési körben képesek legyenek a véleményüket megfogalmazni, utána járni a dolgoknak, ellenőrizni a különböző információforrásokat, ez alapján felelős döntéseket hozni és megoldási javaslatokat megfogalmazni, együttműködve a többiekkel. Ez az, ami igazából a jövő oktatásának az egyik legfontosabb feladata, hogy a hagyományos ismeretek átadása mellett, tehát hogy azt nem írja felül egy ilyen típusú pedagógiai környezet, mert ugye az a gyerek, aki nem tud semmit, az aztán kérdezni sem tud, tehát nem fog tudni utána járni a dolgoknak, tehát egy nagyon fontos, hogy továbbra is magas szintű alaptudást adjunk át a gyerekeknek, de utána ennek a tudásnak a használatára, az együttműködésre kell őket felkészíteni, ehhez viszont a jövő oktatásában vagy a jövő iskolájában meg kell, hogy jelenjenek azok az együttműködési terek, azok az együttműködési formák, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek különböző helyzetekben kipróbálják magukat, egymással együttműködve, de különböző szerepben és különböző feladatot ellátva működjenek együtt, ami nem jellemző a jelenlegi oktatásra. Viszont a munkahelyükön erre majd szükségük lesz, hogy tudjon alkudozni a másikkal, meg tudjon állapodni valamivel kapcsolatosan, és a különböző érdekeket, kompromisszumokat képes legyen megfelelően artikulálni, el tudja képzelni, hogy a másik miért mondja az ellenkezőjét, és utána kitalálják, hogy akkor ezek közül tényleg mi a valós és a jó megoldás. Ehhez a jövő iskolájának arra kell fölkészíteni a gyerekeket, hogy ne csak azt használják fel, amit már ők maguk tudnak, vagy amire emlékeznek, hanem képesek legyenek utána járni különböző, nyilván részben digitális forrásokból, hogy nincs-e valami újabb, nincs-e egy más megoldás, nem létezhet-e esetleg az, hogy valaki már egyébként rátalált arra, hogy egyébként hogy kell megoldani ezt a szituációt, és hogyha nincs ilyen, akkor viszont kezdjenek el azon gondolkodni, hogy és mi lenne, ha lenne? Mi lenne, ha én kitalálnám? Mi lenne, ha megbeszélnénk a többiekkel? Nem pedig azt mondanánk, hogy hát ilyen megoldás nincs, akkor nem foglalkozunk vele. Mert az új munkahelyeken, az új munkakörökön, ott, ahol egyébként nem a robotokat alkalmazzák, hanem az embereket, ott a kreativitás, a kollaborációs készség az, ami a legfontosabb, és ezt az iskolának is tudomásul kell venni, az iskolának föl kell készíteni a gyerekeket arra, hogy megállják a helyüket egy ilyen környezetben is. Ez számomra azt vetíti előre, hogy elsősorban most a pedagógusnak kell ezt a módszert elsajátítania, és utána jöhet sorba majd a gyerek. Így van? Ez így indultak neki ennek a projektnek? Hát a pedagógiai módszert mindenképpen a pedagógusnak kell elsajátítani. Nem a gyerekeknek kell megtanulniuk, hogy hogyan kell a különböző pedagógiai módszereket használni, hiszen neki észre sem szabad vennie, hogy most éppen egy pedagógiai módszert használnak rajta, hanem neki ebből annyit kell, hogy lejöjjön, vagy annyit kell megtapasztalnia, hogy képes kifejezni a gondolatát, hogy elvárások vannak vele szemben, hogy feladata van, ami őt érdekli, és azt ő meg akarja csinálni, és hogy együtt kell működnie, kompromisszumokat kell kötnie másokkal, mert akkor lesz ő maga is sikeresebb. Az a jó oktatási környezet, amelyik ezt képes elérni, azt, hogy hogyan érik ezt el, ahhoz kellenek a módszerek, és erre van a pedagógus. A pedagógust kell megtanítani arra, hogy hogyan lehet olyan csoportfeladatokat kitalálni, ami vonzó minden résztvevő számára, amiben nem unatkoznak a gyerekek, ami érdekli őket, amiben fel lehet osztani a különböző feladatokat. Ehhez egy csomó új módszert vagy szempontrendszert kell elsajátítani a pedagógusoknak, de ezeknek egy része szerencsére már most is ismert a számukra, csak sokszor ezt együtt nem használják. És ez az, amit igazából meg kell most tanulniuk. Mennyire nyitottak erre a pedagógusok, vagy mennyire van, hát azt mondom, kedvük újra és újra újat tanulni, mert van egy bizonyos rutin, amire
ugyancsak szükség van, amennyire én értem, tehát a kombinált módszernek a bevezetése nem olyan nagy módszerváltás a pedagógus életében. Talán az egyik nagy kihívás a számukra az, hogy ki kell lépni a saját tantárgyi kereteik közül, mert igazából egyetlen tantárgyon belül csak a tantárgyra vonatkozó struktúrált ismereteknek az átadása az, amire igazából lehetőség van. Az, hogy ezt hogyan lehet komplex problémáknak a megoldására használni, ezt a tudást, az már általában kilóg a tantárgy kereteik közül, és a tanárok itt el szoktak egy picit bizonytalanodni. Ehhez kell olyan segítséget nyújtani nekik, és ezek a módszerek, ezek pont ezt teszik lehetővé, hogy a tanár ugyanolyan magabiztossággal vágjon bele egy komplex programnak a megvalósításába, egy interdisziplináris tantárgyközi programnak a megvalósításába, mint egyébként korábban ezt a saját tantárgyán belül tette. És én azt gondolom, hogy ez az, amire részben a technológiai eszközök használata, a számítógép, az internet egy hatalmas segítséget nyújt a pedagógusnak, mert óravázlatokat, mintákat egymástól is át tudnak venni, és rengeteg nyersanyagot, mintát találnak az interneten, ők maguk is ahhoz, hogy egy igazán érdekes és egy nyitott órát tudjon megszervezni. Mennyire van szükség itt a szülők támogatására? Mennyire kell a szülőnek értenie ezt a fajta tanulási rendszert? Mert nyilván megdöbben, láttunk itt különféle fotókat, hogy néz ki egy ilyen okos tanterem, illetve hogy néz ki a klasszikus, mennyire kell a szülőnek elfogadónak, vagy akár közreműködőnek lennie? Hát a szülők részéről az a legnagyobb kihívás, hogy ne azt várják el az iskolától, hogy az iskola azt reprodukálja, ahogy ők tanultak 30-40 évvel ezelőtt. Mert nagyon sokszor ebbe ütközünk bele, hogy a tanár nyitott, az iskola készen áll, az iskola igazgató megszervezte, hogy tömbösített órákat lehessen tartani, de a szülő azt várja, hogy oké, de mutasd meg nekem a leckefüzetedet, ezt megtanultad-e, az mikor volt, stb. És ez nem jó. Tehát a tanároknak és a szülőknek valamilyen úton, módon eszmét kell arról cserélniük, és a szülőket is föl kell világosítani, hogy ma már az oktatással szemben mások az elvárások, és hogy ő, mint szülő is, vagy ezt kérje számon, vagy csak egyszerűen hagyja a tanárt tanítani. Bízzon meg abban a nagyon komoly pedagógiai munkában, ami amögött áll, hogy a tanár megpróbálja a gyereket a jövőre felkészíteni. És végül, de nem utolsó sorban, gyakorlati megvalósulása ennek az okos oktatásnak már is van, Magyarországon belül és a határon túl is. Merre mindenfelé nyíltak ilyen, hát csúnya szó, de azt kell mondani, kísérleti osztályok vagy tanítási programok? Az egyik ilyen program, mert szerencsére több is van, az a Hightech Suli program, ami egy alapítványi támogatásra épülő program. Magyarországon már 25 helyszínen nyíltak meg korábban, illetve idén tavasszal még 5 intézmény nyert, és szerencsére idén első alkalommal a határon túli magyar közösségek számára is már lehetőség volt pályázni, és 4 intézmény nyert közöttük a helyi intézmények közül, az Óbecsei iskola nyerte el a Hightech Suli program támogatását, de ezen a Hightech Suli programon kívül más intézmények is már más programok keretében felszerelik magukat csoportmunkára alkalmas bútorzattal, 3D nyomtatóval, amivel a virtuális valóságot valósággá lehet varázsolni. Ez talán az egyik legfontosabb eszköz, amit érdemes kiemelni, amikor a gyerek valamiről beszél, majd megtervezi, kinyomtatja, és utána kézzel foghatóvá válik. Így a semmiből valamit hoz létre és alkot, ami utána, ha működik, akkor le lehet ellenőrizni, akkor kiderül, hogy valamit nem jól csinált, akkor azt ki lehet javítani. Ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos elemei a tanulási folyamatnak. És remélhetőleg ez terjedni fog, ez akár a Hightech Suli, akár pedig más ágazatai ennek az okos oktatásnak? A Hightech Suli programnak az egyik elsődleges célkitűzése az, hogy azt a tudást, amit megtermel, azokat a pedagógiai módszereket, amelyeket kipróbál és amelyek beválnak, ezeket a környékbeli iskoláknak is átadják, és megmutassák, hogy ha egy intézménynek nincs is akkora felszerelése, mint egy Hightech Sulinak, de piciben hogyan lehet elkezdeni lépésről lépésre, ezeket a pedagógiai módszereket úgy bevezetni, hogy az iskola tényleg készen álljon a jövőre való fölkészítésre.